Na, sziasztok! Következő melónk, ugye, mert a teherautót most ugye délután megvárjuk, hogy mit mond a szerelő, és Attila szeretne trágyát szórni, így ki kell húzni innen valahogy a trágyaszórót. De előtte ugye le kell pakolni róla a lucernát, és nem tudjuk, hogy fog kiférni a pót mellől. Hát nem tudom, mert ugye kevés a hely mindkét oldalt, és richtig ilyenkor minden útban van, természetesen a bálázó is. Úgyhogy ez lesz a következő feladatunk. Most ide raklak benneteket a vállára, és meglátjuk, hogy mit produkálunk. Csak jó lenne látni, mit veszünk. Merjem-e egy picikét, így. Nem sokára oda is menni kell, mert jönnek kukoricáért, és nem tudom, Attila hova ment. Hát nem tudom nálatok, hogy volt, de mit nálunk tegnap hatalmas nagy köd volt. Arra keltünk, úgyhogy valamikor délfele szállingozott felfele a köd, és utána kezdett el jó idő lenni. Szerintem láncot keres a fűzda. Csak a jó kis vastag láncunk elszakadt. Láncot keresett. Na, hallom, hogy csörög a lánc. Hát megmondom őszintén, nem tudom, hogy az a baj, most ilyenkor tényleg minden útban van. Most útban van a bála, ami most van a telefon, mögötte lévő kutok, a bálázó, úgyhogy most itt aztán leszem, fikázás jobbra-balra, ide állok, oda állok. Nem lehet annyit a túl, hogy ne. Hát egyre lesz. És a bálázó nem fér be ennek a helyére? Nem tudom, melyik felére, szerintem ide rakjuk. Jó. Oda rakom, de figyelj! Akkor azt úgy is csinálom, hogy ezt én be is zárom, hogy azt nem tudjam. Ha ha ha.
Ugye most idáig kihúztuk a trágyaszorot, egy bállal elesett, de nem baj. Na, Nandinak úgy is kell. Jó, most Attila most kimegy, mert látjátok, olyan szűkre csináltuk, nagyon hülye helyre csináltuk ezt a tárolót, én azt mondom. Na mindegy, és most a korra bejön megint, és megpróbáljuk azt, hogy hát, ha kifordul a pótkocsinak a rudjától a sejhaja a trágyaszórónak. Most ide leraklak titeket. Tyúk meg ott ül rajta. Na, kössem át! Nem értem. Ugyan kéne fogni, hogy csináljak, mert most visszatele kéne szedjem a kormányt, hogy ebben a koronat felállítom a múltat. Aha, akkor leszedem. Jó. Jó. Hogy olyan hülye helyre csináltuk ezt a tárolót. Akkor még nem volt annyi biztos. De hogy ne lett volna? Jó. Egy picit tudsz rajta engedni? Még? De följebb kéne, az a baj.
nagyon ügyesen megoldotta Attila. Hoppá! Oda nézzetek! Rozi! Gyere! Ott van egy lakunk. Megint el kell. Ha nekem mindegy! Ott ázni fog, nem? Na hát ide kéne. Igen, itt volt benne a lakó. Oda nézzetek, úgy szeretem ezeket a kutyusokat. Jó dolgoznak. Jó dolgoznak. Na akkor... Mindjárt ledobálom. És akkor, mivel a bálázót, azt mikor akarod betolni? Igen, mert akkor úgy kéne rakni, hogy akkor a lucerna ne legyen útba, meg hogy mi beférjünk a lucernához, érted? Először válik meg, hogy elmenjen a vevő, tudom. Jó. Oksa-moksa. Kis rendet kell tennem először, utána fogom betolni a bálázót. Jó. Jó? Jó. Meglássuk. Jó. Látni, hogy nagyon jó takarmányi. Ha, hogyne. Látni, hogy ezért nem csinálom a kis bálászalmát előre. Ha, mert... Elrágja. Rágcsáló rajta minden. Igen, oda nézzetek. Látjátok? Igen. Madzagot szereti? Igen. Majd amikor pakoljuk lefele, majd biztos... Lesz még egy pár darab, Rozikám. Lesz pár darab. A tyúk, az figyelj, az már hónapok óta azt hiszi, hogy kotlik, de mindig kiveszem alól a tojást, és hogy ennyire marharépa nem lehet, hogy állandóan ül. De ha nincs is alatt a tojás, akkor is ül a tyúk, tehát tényleg tyúk eszi. Ezek a tyúkok tyúkeszűek. Nagyon buták. Ez meg még jó madzag. Rádobáltam most már az izére. Az a baj, ezt mind ide kéne ledobáljam. Közben nézzél már ki, mert már elindultak, nem akarom elhűlni, na nem érnek még ide. Jó? Hát ha... Főfognak te. Te telefonod hol van? Zsebemben. Akkor úgyis föl fog hívni. De azért kidézek. Na, elvitték közbe a kukoricát, és hát változott a program. Útba, várjál, útba lesz a nyit-nyit. Mégis úgy beszéltük meg, hogy hát mégse oda tesszük a lucernát, hanem kivisszük, mert most miért oda csináljuk be pluszba szemetet, és ebbe igaza van Attilának. Fogd meg! Megvan? Megfogta valamelyik őtök? Ah, megfogta. Nagyon jó. Ezt szeretem ebbe a kutyába. De megijedtem. Ó, lesz még itt. Ügyes a Rozi. Megám! Kicsi, hogy Rozinak kurva volt. Hát, kicsi is meglepődött úgy, mint én. Jó, megijedtem.
nem fújja el a szél. Úgyhogy úgy javatosan. Várjál, nem látok. Egy van csak. Gyere, Rozi! Gyere! Gyere! Szaglád, Rozi. Hátul fog jönni, ha jön. Te! Igen. Az egy dolog! Te egy es... koszorcas messze. Te! Apja ki akar engem nyírni, gyerekek. Ki lesztek a tanuk? Apja nyírbászó. Ki akar nyírni? Meg akar enni? A vacsorára. Ezek a hátsók szerintem mind rosszak. Elájultatok ettől a sok rossz bálától, mi? Az jó? Na, amit eddig redobtál, ez itt mind rossz. Jaj, hát kiesett a lába, és megkérdeztem. Attila talált egy fészket. Persze. Megcsinált őket. Mutasd. Meg. Vagy nem?
kis férgek. A nemzedék. Igaz? Mi van? Gyere! Gyere! Menj el oda! És csak ott vannak. Te egy marha jó kutya vagy. Játszani akarsz? Mi? Játszani akarsz? Mi? Játszani akarsz? Ez nem csinál velük semmit. Nem, ez sajnálta. Olyan, mint a izé. Megsajnálta őket. Megsajnálta. Biztos picik. Hol van? Ide, erre az oldalra dob le. Jó, hát először a pár. De még picik? Ez még milyen fészket csináltad anyjuk? Azt dobálom a madzakból, mindenből. Jaj, de te miért éle picik, ez nagyon cuki, ügyes a... Itt nem bántja a picikért. És vaddagot összeszedt a lány. Össze. Látod? Aha. De cukorfalatok. Ezek azok? Hát ilyenkor olyan cukik. Mindjárt azok lesz, meg is. Hopp, lép, Rozi! Itt van. Hol van? Itt valószínűleg bemet. Valószínű. Itt van! Rozi! Hol van? Na megvan, meg lesz az. Meg! Jó van, ügyes kislány! Ügyes kislány! Hoppá, kettő! Jaj, én azt hittem azt üzélte! Hát ez milyen kutya? Szeretem kutya. Ókos. Ókos. Rozi! Figyelj! Figyelj, Rozi! Látjátok, mennyi bál a pocsékba megy? Ott is van egy tojás. Azt is vág földhöz. Nézzétek meg! Úgymond nem pocsék, mert a disznók megeszik, de na ezért nem csinálunk nyáron kisbálásszal már gyerekek, mert ugyanígy szétrágja. Ez most hiába van kocsin, hiába van a másik földön, kazalba rakva. Felejtős. Hát tudom. Nem. Te, odafigyelj már, hova rúgdosó. Na, szép vagy te is. Oda néz. Szegény. Ott van a Rozit. Aha. Hú, bazd meg. Szerinted én elbírom azt a kutyát? Rozi, gyere ide. Hát erre kíváncsi leszek, hogy én elbírom-e azt a kutyát. Rozi! 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 Rozi
tartani akarjuk. Na, bassza. Kinyírja őket. Hát, megkeresi. Ott van a lábadnál te. Szegények. Mi, ezeket védeni kell? És minket kivéd ellenük? Hát, ha annyira állatvédő valaki, hogy ezeket is védi, akkor egészségére. Jöjjön ide, szedje össze! Ennyi. Hát, most te nem tudok mit mondani. Lakasszuk? Hány óra van? Fogalmam sincs. 11:30. Figyelj már! Még nem jött a alkatrész. Akkor még mindig nem lesz alkatrész? Na. Leadnám a kutyát. Jó. Nem maradt egy csapon? Jó. Gyere. Jó. Én kurva. Na, bántottunk az istenedet. Sose szoktunk bántani. Akkor ezt most leakasztjuk. És a nagy traktor után felakasztjuk. Így van, vagy nem így van? Igen. Hát ott nem tárgyát szóltak vele, hanem falprítékot. Hát ilyet! Hát erre nem tehetek, hogy fúj a szél és elesik. De egyből észreveszem. Nem úgy, hogy dobnak egy hátast, az fél óráig úgy van. Tettem már az anyát. Megvan. Hát a technika már jó rég volt elindítva. Bocsánat, hogy így mozogtok a kezembe, de rá kell csavarnom a csavart a technika elindult.
lejjebb rakni, nem? Ja, nem. Hogy legyen? Hát, jó. Hát, ennyi. Nem, egy rubrikával lejjebb kéne a... Egy rubrikával lejjebb kéne tenned. Nem rakom lejjebb, mert nem fér oda a gardán, akkor. Szerintem, oda kéne. Te tudod? Hát, most az, hogy én mit mondok, de hogy te mit látsz? Ennyivel biztos, hogy akkor föl tudjuk akasztani? Igen, most pont egy magasságban van. Igen? Jó, csak gyere. Várjál. Gyere, és arra, úgy, jó, benne van. Oké, benne van. Csak... Jó, csak most a gardán akaszt föl először, ne menj sehova, jó? A lábnak hátrafele kell csukodni, ugye? Igen, majd akkor, amikor jó feltekerted, akkor. Jó, oké. Lehet, hogy most benyomtad. Hozz egy kalapácsot, de inkább megyek én, mert akkor nem értek volna. Kösz. Faszom van bazen, hogy ez nem... Bele lett nyomva. Egyik a másikba. Lehet, hogy most. Fú, meg rábodra ne esett. Táncolok egyet akkor. Akkor eljárod a cigánykereket. Na, ezt tedd be a gépbe. Megpróbálunk egyet elszórni? Felakasztom a kanalat, azt akkor te kijössz. De hidrolikához ne nyúljál majd, jó? Jó. Mert akkor nem jó az úgy. Jó. Kanalat átakasztod, én bezárom a lakást, és akkor mehetünk. Jó. Jó, mindjárt folyt köv. Na, kanál fent. Easy rider, öcsém! Maradsz. Jó, beviszem a... Menjetek, most már nem kell. Nem kell kijönnötök. Az a baj, egyszer kiengedi az ember utána, meg nem jönnek maguktól. Na gyerünk befele! Csirkék szét fogják túrni itt a mindent is. Lilit befele! Befele! Ide rakom. Úgy. Mennyi? Maradsz! Okosan. Na, indul Andusz. Pipus, menj onnan! Na.
érett rány szag van. Tudjátok, magasító csak azért van, hogy ne essen le, nem azért, hogy túlpakoljuk. Majd most kíváncsi vagyok, hogy Attila meddig fogja pakolni. Biztos, hogy egyből így megmertem volna pakolni. Már csak azért is, mert ugye tavaly volt, vagy tavaly? Igen, tavaly volt utoljára használva. És ha valami tönkre, hát mondjuk állásban nem biztos, hogy tönkre megy rajta akármi is, de franc tudja. Azért ezt lelapátolni, gyerekek, hogyha valami olyan probléma van, nem biztos, hogy mind a ketten fogunk neki örülni. Várjatok, becsukom egy kicsit, mert... Látjátok? Tényleg nincs túlpakolva. Tehát... ez csak... színig van pakolva. Jó. Megyünk. De nem is értem, miért nem hagyja itt a traktor? Jó van, na sípójá. Tiszteletkört a trágyarakás mellett, körül. Főnök úr már türelmetlenül vár. Ajjaj, várjál, jó? Mehetünk. Jó, akkor te fogsz kamerázni.
Hát, eddig is kameráztál. Ja, jó. Hát csapd, akkor te behúzod, akkor nincs ilyen húzat. Jó, várj akkor. Az a Lucernánknak a széle. Igen, azon megyünk. Hát szerintem itt ki van árkolva, amúgy csak nem szó. Nem, mi belül megyünk. Jó. Most hordják ki a fölött, baszd meg, eddig elhordták. Elvettek egy csomót a földből. És ennek a... mindegy. Én mondtam, hogy én nem biztos, hogy megmertem volna így pakolni. Miért? Mi baj van ennek a kocsinak itt? Hát semmi, és hogyha valami netán-tán nem jó? Akkor majd lepakoljuk. Mit gyere be a Lucernánkbe? Hát tudom, ha máshol nem tudok menni, mert itt azért... Óvatosabban mennyi azért. Figyelj, ha egyszer anya beindul... De itt már... Mennyi, mert ez MÁV terület. Hát ez MÁV terület, azért mondom, hogy itt már... Mert kitaposták. És nem mi tapostuk ki. Hanem ők a teherautóval. De nagyon megvan rakva. Azért van rajta magasító. Hogy ne hújjon le, nem? Azért csinálta az, hogy ne hújjon le. De itt át kéne adnom. Na megjött a csomag. Már írtál? Igen. Most, mert mikor kell menni az öcsi a suliba? Fél három. Jó. Akkor addig szórjuk a tárgyát, utána meg megcsináljuk a tárcsát. Itt vagyunk el, ugye? Igen. Még nem kell visszafele szúrnod. Arrébb mennyi, mert rá fogsz menni a karóval a tüzébe. Rágyaszorod, ráhúzod azt, akkor baszhatom. De nem húztam rá. Ha nem, de ha nem szólok, akkor ráhúzod. Igen, mert te nem tudom te, hogy látsz ettől a zászlótól. Nem csak ide a keréknek a tetejét nézem, a kerék elé nézek én, tudod? Hát tehát jó, de pont néz... ott robog a zászló. Aj, hagyjuk már. Adjad neki inkább, mert itt egész nap ide fogunk járni egy fuvarra. Ja, Istenem. Tessék. Hát... Jó. Tehát, hogy milyen közöltség. Milyen a zöldség? Hát a kukorica volt benne. Na, fogadom, többet vissza nem adom. Mehetsz. Én nem bírtam. Kevés.
Nem a levegő kevés. Te vagy neki sok. Igen. Vagy nem? Hát nem tudom. Te rosszul tudod. Gondolom? Te? Hogy nem mondom el rosszul? De annyira a széléhez se kell közel menni. Hát nem baj, de nem is a közepén keltek. Kicsit gyere errébb. Felém. Hogy ezt már nem adtuk el? Na most előhúztad azt már, mükszik is. Nézem, hogy nincs fönt a rács. Na akkor itt bejön a szélvédő. Na lassan nem csináljuk. Igazad van. Például az ott már egy kő. Hopp, egy betondarab. Bedobta? Nem, ide-vissza bedobta. Azért mondtam, valami hiányzik róla. Ugye? Aha. Csak most szembesültem vele, amikor elkezdtem látni, hogy nagyon pörög. Húha, mondom! Látjátok, végig út van taposva. Megyünk, újból töltjük a szerkezetet, igaz? Igen. Na jó, vastagon szórja a trágyát, hogy jó lesz ez. Ez megint jó. Hát lehet, hogy ez a fogadtak.
na visszajöttünk haza, felteszi Attila azt a rácsot. Mennyi befele? Ez a tuti. Lent. Haha! Apa! Köszi! Most nem akarok már itt bénázni. Hogy letört erről az akácfáról, az beleborult. Segítek neki kivenni. Thank you.
nem a porocska. Biztos, hogy raknék rá többet, de ő tudja. Előbb is itt maradhatott volna. Az előbb is maradhatott volna itt. Fél az ember itt hagyni a gépet. Hol nem tudod, hogy kikeveredik erre. Nem sok trágya van itt, nem? Azért csinálod, igaz? Nem is igaz. Ah, nem.
a kicsike. Jószor? Jószor. Aha. Nagyon jószor. Meg vagyok vele elégedve. Igen. Könnyebb lesz a szárnak is lebontani. Hú, jó messzire eldobálja, azért nem is mértem közel. Nagyon messzire eldobálja, ja. Két fogat még ide rádobunk. De hát akkor ez nagyon vastagon meg lesz szor a más, főleg nem akar szólni. Jó lesz ez megszorva. Már melyet szorom, ami van, már hónap már. Megnézted, hogy ugye nem nézted meg. Még nem. Meg kell nézni, mert ha nem tudunk volna feladni, akkor nagy bajban leszünk. Mert akkor késni fog az a föld, ha tudod, azt el akarom készíteni. Jó. És ami nincs learatva, addig nem tudom előkészíteni. Jó. Ha kell, akkor ma kimegyek, ezt levágom. Inkább, mert tárcsak lehet egy milliméter esőtől, de aratni már nem lehet, tudod. Jó. Na, de mi elköszönünk tőletek. Most mi még két fuvart így kihozunk. Bizony. Aztán megyünk az öcsiért. Aztán nem tudom, hogyha olyan az idő, akkor... Tárcsajavítás vagy aratás? Igen, mert megérkezett a tárcsához az alkatrész. Mert utána kiderült, mert tegnap ugye mondtam, hogy Attila föl fogja hívni, vagyis vasárnap mondtam, hogy hétfőn az ez az első dolga, hogy fölhívja. Hát Riktig nem nézték meg szerda óta az e-mailt, múlt hét szerda óta az e-mailt, úgyhogy tegnap nézték meg. És érdekes, tegnap már föl is rakták postára, majd már itt van a csomag. Úgyhogy ha szerdán megnézték volna, akkor már pénteken itt lett volna a csomag, de mindegy, megérkezett a tárcsához az az anya. Mert meglátjátok, csinálunk róla videót. Mindenről is csinálunk videót, igen. Úgyhogy... Úgyhogy mi most elköszönünk. Hány perces ez a videó? Hát ez majdnem, ez több mint egy órás, szerintem. Aha. De benne volt minden? Hát... Üvegfolyavítás? Nem, az üvegfolyavítás az nem, ez csak az, hogy kihúztuk a... Jöjjön. De ez csak a trágyaszórós. Egy órás a trágyaszórós? Hát az, hogy kihúztuk, leszedtük, vagy leszedted. Igen. Bizony. Megy az idő, igaz? Nagyon. Most még két puhart elszórunk, vagyis amennyi trágya van, azt elszórjuk. Ha megyünk az öcsiért. Felveszik a csomagot. Felveszik a csomagot, aztán meglátjuk. Időjáráson mondjuk, hogy aratunk, vagy táncsázunk. Igen, hogy meglátjuk, hogy mi fog következni. Addig is iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, csatlakozzatok. Sziasztok! Sziasztok! Várjatok! Mi nem menjetek sehova! Elfelejtettem. Én végig azt mondtam a videóban, hogy már hétfő van. Hát a francokat, kedv van. És holnapra mondja az esőt, úgyhogy gyorsan félbehagytuk a trágyaszórást, elmentünk az alkatrészért, amit megrendeltünk, megjött, hál' Istennek, és most gyorsan kimegyünk, levágjuk azt a maradék kis kukoricánkat, amit kint hagytunk, hogy ha elmegy ez az esős idő, akkor el tudjuk kezdeni megcsinálni a vetés előtt a talajmunkákat. Lekopogom a kerék eddig álltó helyébe nem eresztett, tehát remélem, hogy most se fog, hogy ugye úgymond mozgásba került a gép. Hát itt élvezet lesz átmenni. Valami brutál, nézzétek meg a másik oldalról,
milyen régóta nem jött autó. Itt ennek a népnek kéne valakinek lelassítania, hogy átengedje szerencsétlen kombányost, de nem, és még a másik oldalra még mindig nem jön autó. Most látom, hogy fog jönni egy. Most mennyi autó meg tudott volna már állni? És ez úgy szokott lenni, hogy amikor innen nem jön, akkor jön arról az oldalról. És senki nem olyan kedves, hogy megálljon. És olyan szépen betartják ezeket a távolságokat, olyan gyönyörű szépen. Borzalom. Mindenki néz rád okosan, hogy te mit szeretnél. Már volt úgy, nem is egyszer, többször, hogy kimentem és leállítottam a forgalmat, hogy át tudjon menni. Már 3 perce állunk itt, gyerekek. És valamikor 10-15 perceket kell itt állni. Borzalom. Borzalom. Még az autó nincs megcsinálva. Ma délelőtt mutattuk nektek a videót, hogy valami probléma van vele, úgyhogy majd fog jönni a autóvillamossági szerelő, és megnézi komputeren, hogy ír-e valami hibakódot. Én meg megmondom őszintén, én meg azért tartok attól, hogy nehogy megálljon itt az átkelő úton az autó. Hát borzalom. Én le is állítom az autót, mert itt úgyse megyünk sehova. Csak Attila nem szereti, mikor megállítom a forgalmat, mert hogy én nő létemre ne álljak ki ide az út szélére, mert hogy mit mondanak. De nem az út szélére állok, én beállok az út közepére, és megállítom a forgalmat. Hogy mit mondanak rólad? Hát basszus, jó, ez így! Ilyenkor én már nagyon pipa tudok lenni. Fog senki átengedni. Mondjuk annyi, hogy azért, ha én látok úgymond egy kis lukat, tessék, 5 percet, majdnem 5 és fél percet állt itt a kombánnyal, és senki nem volt olyan, hogy átengedje. Hát borzalom. Attól a bokortól meg semmit nem lát. Na mindegy. Na most addig én is leteszem a kamerát. Na, nekem
nem kellett hál' Istennek sokat várnom, mert én két autó között itt át visszantam. Lát. Borzalom. Na, Attila hívott, hogy mert én elmentem utána arra, hogy tolassak vissza, ne is arra menjek, hanem a másik végére, mert hogy nem tudok ott elmenni. Vagy annyira fel van ázva, nem tudom. Nem tudom, hogy miért nem tudok arra elmenni. De majd megmondja nekem a választ. Na majd, ha odaértünk, folytatom. Na, ide értem a másik oldalra. Egy cseppnyit saras, mindegy, tolatva jöttem be, mert nem tudom, most így tartott a kedvem. Attila is szépen jön. Porolni porol. Ott van egy ős csapat. Ott. Hopp, meg itt is fut egy. Ott 2-4, ott 5-en vannak. Azok is innen a kukorica környékéről futottak el. Azt hittem, még megy egy karikát.
picit a, hogy a úgymond a nem tetszését elhúzta a száját, hogy nem megyek vele, de azért 1 kilométer hosszú ez a föld. Másik oldalt hamarabb ott merem hagyni. Az itt jönnek ide pecázni, és itt azért néha átjáróház szokott lenni. Túlélte a lehallgató készülék. Örömkölős. Nem baj, jó ez. Megvárjuk a következő ürítést. Az ablakot, mert az előbb egy kicsit bejött a fejva. Sok lenne. Hullik ám a fejba. Száraz a kukorica? Hát, alig ne. Nézzétek meg. Be van hajtva az ajtó, és ott bejön, mert ez a kis szemét megtalálja a beutat. Egy kattanásra van behúzva az ajtó. Na, megyünk, bevisszük. Jó, porol a kicsike. Nem semmi. Na, úgyhogy, látjátok, mondtam én, hogy izé van itt, jönnek az autósok. Remélem, hogy egyenesen megy. Jó van. Hogy mi ezt most levágjuk, aztán kezdjük a őszi vetések alá megcsinálni a talajt. Így van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy tovább néztétek a videót, és akkor most mondom, hogy iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és csatlakozzatok. Sziasztok!